Műsorunk együttműködő partnere a Lisztes Trans. Bontjuk, visszük, építjük. Műsorunk partnere a Da Vinci Exkluzív Magánklinika. Mindenki egészségére. A műsor támogatója a HR Rend. Európai megoldás a munkában. Műsorunk együttműködő partnere a Taográf Control Kft. Egy év kihagyás után 54. alkalommal rendezték meg ismét az ország legpatinásabb rally futamát, a Mecsek Rallyt. A szervezők a programot két naposra tervezték. Mind a rajt és a célceremónia visszakerült méltó helyére, a Pécsváros szívében található Széchenyi térre. A Mecseken a hagyományoknak megfelelően ismét rendeztek gyorsaságit sötétben, majd szombaton egész nap nyomták a srácok. Az elmúlt közel 30 évben Jelen István főszervező nélkül nem volt futam, de sajnos ezentúl így lesz. Ráemlékeztek barátai sporttársai a verseny előtt a pécsi köztemetőben. Az utolsó simításokra csütörtökön volt lehetősége a mezőnynek, két helyszínen is tesztek zajlottak. Hadik András a szélesebb, míg Csomós Miklós a szűkebb erdei pályára szavazott. Mindenféleképpen egy hasznos teszten vagyunk túl, igazából az autón nem sok mindent állítottunk, inkább ezen a szűk erdészeti részen akartuk kipróbálni, hiszen még ilyen körülmények között nem mentünk vele. Úgyhogy igen, mi már pakolunk, hiszen még pályabejárás van, ugye jelen pillanatban csütörtök van, még nekünk az alsó mocsát fel sincs írva, úgyhogy megyünk még pályát járni, de összességében örülünk, hogy itt lehetünk, nagyon jó szervezés van itt a rendezés, úgyhogy boldogok vagyunk. Úgy gondolom, hogy kipróbáltunk mindent. Ez a pálya alkalmas volt egy olyan dologra, amit még nem tudtam próbálgatni ezen az autón igazán. Sose volt rá, hát inkább idő, mint lehetőség. És kipróbáltam rajta még egy-két dolgot. Hát szerintem az autó az alapvetően, én úgy gondolom, hogy jó. Majd meglátom, hogy mi sikerül holnap, meg holnap után. Hadik Andrisra nem lehet azt mondani, hogy sötétben tapogatózott volna az első gyorsaságin. Ám mikor kiért a párafoltokkal tarkított gyorsaságin, azt látta, a két külföldi sem kirándulni érkezett a Mecsekbe. Én úgy gondolom, egy nehéz gyorsaság ez a Pécsvárad, ráadásul eső is esett, meg azért sötét is volt, és ahogy párolgott az út, egy-két helyen nem nagyon lehetett látni, mert ilyen kötfoltok alakultak ki. De alapvetően megpróbáltam biztonságosan és gyorsan autózni, úgy gondolom, hogy ez helye közel sikerült, úgyhogy majd meglátjuk, mit az a holnap. Deák Attila Bodolai Racival a túlélésért autózott a sötétben, amit sikerrel teljesítettek is, éppen ezért tudott utána kameránk elé állni. Mentünk, nem mertünk abszolút vállalni, azt mondom, még egy kicsi kockázatot se, abszolút Laci mondta, hogy nem bízott a féktávokba, nem mertünk oda menni a kanyarokhoz. Én úgy érzem, hogy ez nekünk most egy ilyen, inkább a túlélésre mentünk, vagy arra, hogy ezen túl legyünk, belerázódjunk, és holnap mindenképp reménykedünk, hogy innen föl tudunk zárkózni, és tudjuk hozni a magunktól, vagy a tőlünk elvárt időeredményeket. Még jó, hogy a pályán a Sár állt, nem pedig Klaus Kristóf és Csányi Botonda Skodával. Botonda elmondja, hogy kicsit szétestek fejben, de még így is jó, hogy nem az R5-ös Skoda. Állt a Sár a pályán, vízfoltok voltak, volt, ahol száraz volt, gumik nem voltak a helyükön, valahol kijebb, valahol beljebb. Márévára előtti van egy ilyen jobbos, egy ilyen nagyon tempós jobbos, talán negyedike lett. Átmeri rajta így esőbe, ott lecsúsztunk a hátuljával, akkor beúszta az elejét, aztán valahogy visszajöttünk az útra. Úgyhogy ott azért úgy volt benne kaland, és onnantól kezdve azért kicsit úgy szét is estünk, de lejöttünk. Úgyhogy itt vagyunk. De az, hogy jöttünk etapon, valahol esett, valahol száraz volt, ugyanígy a cél a hosszú etényi részen ott csontszáraz volt, de bent az erdőbe állt a víz, valahol saras volt, valahol volt, hogy porba mentünk, még valaki a Csomós Mixinek a porát láttuk, tehát ilyen teljesen zűrzavar volt ezen a szakaszon. Velencei Ádám húzott egyet, nem jött be.
de nem is lett belőle dráma. De a vizet most is csak a háta közepére kívánta, mint ózdon. Hát próbáltunk egy merészet húzni a gumival. Igazából itt az élmezőnyből csak mi jöttünk szikkel. Annyira nem jött be, de nem is volt olyan nagy dráma. Kaptunk egy 14-et, én azt hittem, ott belülről több lesz. Szerintem még nincs veszte semmi, holnap is egy nagyon nehéz nap lesz. Nehezek ezek a gyorsok. Erre bízok benne, hogy holnap már nem kell itt a gumin gondolkodni, meg jó idő lesz. Próbálunk majd feljönni. Nagy Attila Csomós Miklóssal még időben észlelték a vihart, módosítottak az autón, így a negyedik helyre elvesztek be a Skodával. Hát azért meglepett minket ez az eső, úgy elég jól. Én azt gondolom, hogy mindenki száraz körülményekre számított, aztán itt megjött a jég, meg az eső, meg minden. Itt hirtelen a telefonunkon tényleg világított a sárga mindenhol, hogy hatalmas eső, vihar, stb. Van, úgyhogy gyorsan kicserélték a srácok a futóműbe a dolgokat, hogy puha felszerelésekkel mehessünk ki. Úgyhogy vízre átállítottuk az autót teljesen. Hát víz is lett, meg hát olyan kihordások voltak, olyan meglepő helyeken is egyébként, amire nem biztos, hogy számítottunk, úgyhogy sajnos, hogy halomfricibe is esett, nekünk is volt egy-két ilyen ajándék igazából, de szerintem Mixi jól megoldotta ezeket a szituációkat, de hát ugye kicsit pára is volt, ahogy száradt az út azért, eső is volt néhol, vizes volt az út, meg sötét volt, én meg alig láttam az itinert itt a sötétben, úgyhogy izgalmas kis gyorsan vagyunk túl. Fockó Ákos maga sem érti, miért kell mindig handicappel indulni. Nem tud ennél ő már lassabban menni. Nagyon lassan lehetett menni, de nem elég lassan, mert csak kikötöttünk az árokba. De én nem tudok lassabban menni már ettől, nem tudom. Egy egyenesben volt, és egy elég éles kanyar következett, és azon a részen sokan egyébként ahhoz képest nem volt nedves az út. Azon viszont kivételesen igenis, már mentünk előre. Ilyen húztam, egy ilyen mentőkézivel próbálkoztam, és vagy nem húztam belé határozottan, vagy nem volt a kormány elfordítva, nem fordult el, de végül is jól megúsztuk, mert nem. Sárvédő horpat, meg jól láttam, ennyi probléma lett, meg időveszteség. Mert ez az eső nem tetszik sose. Azt hiszem, ilyen 2 perc a hátrányunk, ami elég sok, és nem kevés. Nem tudom, nem megyünk, és akkor majd a hanyadékok leszünk, annyi lesz. Kovács Anti nem babonás. Maga kérte a 13-as rajtszámot, és ezen a helyen is teljesítette a péntek esti gyorsot. Hát igazából, ahogy szokták ezt mondani, ez lassú, de veszélyes volt. Gyakorlatilag egy ilyen biztonságit jöttünk, büszkék nem lehetünk erre a mai eredményre, arra viszont igen, hogy legalább karcmentesen itt vagyunk, és holnap majd egy új út erővel próbálunk nekivágni. Igazából azt szokták mondani, hogy rosszabb helyen ne végez, mint a rajtszámon, és pont ugyanazon a helyen állunk, mint a rajtszámunk, úgyhogy holnap innen már csak előre. Hoffer Zsoltot csak az időjárás kényszeríthette arra, hogy kicsit puhányabb legyen most a megszokottnál. Nem is örült neki. Dicsérni nem tudnám a teljesítményünket. Nagyon-nagyon bíztam benne, hogy nem lesz eső. Egyrészt ugye nekünk hiányzik a Salgó Rally, másrésztről nagyon jó setupot találtunk száraz körülményekre. Én nem nagyon szeretek, úgy néz ki, puha autóval menni, nem nagyon szeretem az a lágy oldalfalugumival való menetet, úgyhogy nagyon bíztam benne, hogy száraz körülmények lesznek, és egy jó ízőt tudunk autózni. Nem ilyen lett sajnos, úgyhogy nagyon gyorsan visszasetupoltuk az autót egy ilyen puha beállításra. Csintorátókkal mentünk, puhabroncsokkal, és nem igazándiból kezelem jól, talán azt kell, hogy mondjam, hogy ebben még fejlődnöm kell, hogy a puha autóval ezek a sarakos körülmények között hogy kell menni. Úgyhogy első navigálása volt Kristófnak sötétben, úgyhogy mindketten ejtettünk hibákat, végül is jól éreztük magunkat, a célunk az volt, hogy az autót lehozzuk egészben. Len vagyunk, nem az az igazi jó idő, amit el lehetett volna élni, de hát holnap vannak nagyon jó gyorsok. Nagyon várjuk az Árpád-tetőt és a Mocsoládot is, és azt gondolom, hogy ez a gyors, hogyha a száraz körülmények között tudnánk rajta menni, akkor azt gondolom, hogy ez is egy olyan flash tud adni, hogy jól fogjuk érezni magunkat. Szombaton már nyoma sem volt az esőnek és a bizonytalan időjárásnak. Pécs ismét igazi mediterrán arcát mutatta. Mindaz ismét emelkedő hőmérséklet és a rendkívül technikás pályák is megizzasztották a mezőny minden tagját. Hadik Andris nagyon sportszerű és gyors pilóta. Előbbit a nyilatkozata, utóbbit eredménye igazolja. Úgy gondoltuk, hogy nem rottattuk el a gumizásunkat. A nap közepén, meg az első körben. Az első körben még annyira nem is, de a második körben mindenféleképpen rossz taktikán voltunk.
és hát ott nagyon leszakadtunk az elejétől, és ott tudott megelőzni a lengyel. Úgyhogy ha ezt nem rontjuk el, talán egy kicsit közelebb lettünk volna az Osberghez, de valószínűleg megverni nem tudtuk volna akkor sem, mert nagyon gyorsan versenyzett, úgyhogy gratulálnunk kell neki. És nagyon jó dolog, hogy ilyen versenyzők vannak itt a magyar bajnokságban, mert legalább látjuk, hogy hova lehet még fejlődnünk ezekkel a kocsikkal. Egy navigátor feladata a fejszámolás is. Így tesz Kertész Krisztián, aki összeadva és értékelve a több második helyezést, csillogóan látja a jövőt. Volt a cél, hogy meg legyen a második hely. A Osberggel nem nagyon tudtunk mit kezdeni, utolérni már lehetetlen volt, ugye a zsib az még elég közel volt, úgyhogy nyilván rápróbáltunk. Szerencsére most jól taktikáztunk a gumival, úgyhogy bejött, annyi, hogy a végére leeresztett, úgyhogy még itt cseréltünk egyet gyorsan, hogy ne legyen nagy baj, köztesünk. Úgyhogy igazából minden oké, így úgy néz ki, hogy most az éven azért többször vagyunk másodikok, mint elsők. Mert ne legyen rosszabb, és így az vége az biztos, hogy csillogó lesz. Műsorunk együttműködő partnere a Lisztes Transz. Bontjuk, visszük, építjük. Műsorunk partnere a Da Vinci Exclusive Magánklinika. Mindenki egészségére. A műsor támogatója a HR Rend. Európai megoldás a munkában. Műsorunk együttműködő partnere a Taograph Control Kft. Belencei Ádám végre elégedett az abszolút negyedik hellyel, bár a széchenyi pilóta arcára nem ez van írva, még jó, hogy a jegyzőkönyvbe viszont igen. Az időeredmények nem azt tükrözték, amit úgymond vártunk volna, vagy szerettünk volna. Nagyon jó ez a negyedik hely tényleg ebbe az erős mezőnybe. Nagyon sok pontot gyűjtöttünk, de valamiért minden gyorsan elmaradtunk úgy az élmezőnyhöz. Ugye nagyon eredményszerűen próbálunk megtenni mindent, hogy az élmezőnnyel harcunk, most ez nem sikerült. Meg kell nézni ennek az okát, hogy nagyjából már összeraktam a fejembe, hogy mit lehetnek azok. Én bízok benne, hogy a következő versenyre tudunk majd a dobogós helyekért harcolni. Voltak egy beállítás, de egy problémák is az első körben, de kicsit rányomta a mai napra a bélyegét. Onnantól egy kicsit talán elvesztettem ugye a motivációt, amikor már nem volt olyan cél előttünk, hogy annyit kaptunk az első körbe, hogy azt már nehéz lett volna behozni. Meglátjuk, le kell ülnünk itt egy pár emberrel, egy csapatomból, és át kell beszélni ezeket a problémákat. Voltak problémák, én is hibáztam taktikailag is, illetve vezetésileg is, úgyhogy és azt mondom, hogy a gumiválasztás az eléggé meghatározta itt a hétvégi teljesítményünket. A mai napon az első körben egy kemény gumiválasztással indultunk meg, amivel sikerült annyira elbizonytalanítani magunkat, hogy a második, harmadik körben igazából az önbizalmat próbáltuk visszanyerni. Tóth Tibit megihlette a sok néző és bátrabban is versenyzett. Az abszolút 8. helyezése az utóbbi idők egyik legjobb eredménye. Tetszett a verseny, jó volt menni, néha láttam, hogy azért jó időket is megyünk. Mindazt úgy, hogy nem vállaltam túl. Talán az első napon volt olyan 3 olyan meleg helyzet, ami nekem már meleg, aztán a többieknek lehet, hogy nem lenne az, de egyébként jó volt minden. Én megmondom őszintén, gyorsan, én talán Árpád tetőn ott láttam, hogy vannak emberek, de én egyébként nem látom így. Tehát én annyira pályára koncentrálok, hogy én nem nagyon látom, mondjuk itt a végét, itt az Árpád tetőnek kicsit színeztem, és akkor láttam, hogy ott állnak az emberek, hogy nincs olyan nagy tempó, akkor lehet. De nagy, én örülök neki, nagyon sok ember van. Deák Attila és Budonai László annyira élvezték a nézők közelségét, hogy feldobódva magukon meg az időeredményeiken is jókat nevettek. De a lényeg, hogy abszolútban a 7. helyen értek célba. Az autó tökéletes volt, a beállítások nagyszerűek, köszönjük szépen Hadik Andrásnak a beállítást, tényleg jó volt, setupunk minden. Nagyon jól éreztük magunkat, az utolsó két gyorsan mondhatnám azt is, hogy szinte végig röhögtük. Nem tudjuk. Mi mindig azt hittük, hogy jól megyünk, aztán a célba szembesültünk azzal, hogy ez az eredmény nem az, amit vártunk magunktól. De tényleg nem tudjuk, nem is keresünk a kifogásokat, lehoztuk az autót épségbe, örülünk, hogy itt vagyunk, 7. helyen értünk abszolútba célba, tehát
elégedettek vagyunk egyébként, hogy tényleg nem volt semmi különös dolog. Nagyon sokan integetnek, nagyon sokan vannak kint a pálya, mert tényleg fenetikus érzés. Főleg az ilyen visszafordítókban az ember kénytelen ráhúzni a kéziféket, mert csak úgy tud elfordulni. Egy légüres térben autóztunk, nem volt miért annyira feszegetni a határokat, de tényleg nagyon éreztük, mondom, utolsó két gyors, csak röhögés. Ezt tudom én is elmondani. Szuper volt, tényleg Ati is jól mondta, felvettük már a végére a ritmust, a tempót. Az Osit megpróbáltuk, hogy hát ha elé tudunk menni egy gyorságon pár másodpercekkel, és a végére egy nagy levegővel még tolunk egy utolsót valamit, de az nagyon hamar eldőlt, hogy nem tudunk sokat hozni rajta, úgyhogy egy időket autóztunk, a tegnapi napot elrontottuk egy kicsit, és így maradtunk ezen a pozíción, úgyhogy abszolút 7, ez van. Kovács Anti kicsit rutinból kezdte a szombati első gyorsot, így az egyik lassító, amely máshová költözött azóta, kicsi meglepte a helyi pilótát, de szervó nélkül is elkormányozta az erőtös Fordot. Aztán becsületből is letolták a maradék 6 gyorsot. Vétettünk itt a pályabejáráson egy hibát, vagy egy figyelmetlenek voltunk, és az első mai Árpád-tetőn a Lapis utáni lassított, valamilyen okból kifolyólag egy 30 méterre följebb hozták, mint 20 éve vagy 15 éve mindig, és az eddig 100-ból 100-szor padlógázon bement és meg is állt, hát most nem, és ott tönkrement a kormányszervónk, úgyhogy az első két és fél gyorsot szervó nélkül mentünk, az így megalapozta az egész napot. A második kör azzal ment el, hogy ilyenkor nyilván ugye le vagy maradva egy körrel, tehát először mész gyorsan azokon a pályákon, mit tudom én, akkor ott azért nagyjából összeszedtük magunkat. Ez a harmadik kör, ez nem lett volna már rossz, az utolsó gyorsét meg defektet kaptunk, úgyhogy nagyon szépen úgy lehet keretbe foglalni az egészet, hogy annak a bizonyos férfi szerszámnak a rossz végén voltunk egész hétvégén, de ki is állhattunk volna egyébként, mert nagyon nehéz így ez a szervó nélkül vezetni ezt az autót, de nem akartuk feladni, és egyébként az meg büszkeséggel tölt el minket, hogy itt vagyunk, tényleg így itthon, család, barátok. Sauer Gergőnek két frontos harca volt a futam alatt. A pályák mellett egy oroszlánnal is meg kellett küzdenie, amely az állatok királyának emblémája mögé bújva egy Peugeot formájában jelent meg. Az első körben igyekeztem nagyjából felmérni a viszonyokat a pályák vonatkozásába. Utána a második körben meg törekedtem arra, hogy amennyire szükséges ritmust váltani, és annyit menni, csak amennyi úgy vagy éppen elegendő, vagy nagyon közel van ahhoz, ami az első E-hez kell. Ez működött is egészen odáig, amíg meg nem adta magát részlegesen a technika. Aztán utána sajnos elúszott. Galcikával egyébként nagyon jókat meccseltünk. Németh Gábor, mint a Peugeot Kupa regnáló bajnoka, először járt a meccsek rallin. A kupában elért második, illetve a két VD kategóriában szerzett harmadik helyével elégedett lehet a helyi pilóták ellenében. Hát alapvetően nem voltak illúzióink a verseny megelőzően, tudtuk, hogy a helyi srácok azért nagyon gyorsak lesznek. De azért bíztam benne, hogy nem leszünk nagyon távol tőlük, és saját tempónkat autózva ott tudunk lenni mögöttük, aztán, hogyha valaki hibázik, ne adj Isten, akkor le tudunk csapni a pozíciókra. De reális esélyünk nem lett volna a győzelemre, én úgy gondolom, és itt az utolsó körben is próbáltunk azért amennyire lehet oda tenni magunkat, de mecsekfölösként ott azért Gergő nagyon ügyes volt, úgyhogy le a kalappal, és gratulálok neki, mindenki. Meg természetesen rangol a cégnek is, úgyhogy a két helyi sráccal nem tudtuk volna felvenni a verseny, viszont a Power Stage-et nagyon szerettem volna megnyerni, hát sajnos pár tizeddel lemaradtunk, úgyhogy nem sikerült el sem. Gyarmati Ariel idén csak a Mitropa kupára összpontosít, és jól teszi, hisz eddig két futamból két győzelmet aratott. Hát ma pedig ugye 9 szakasz várt ránk, egy viszonylag hosszú nap. Ma sem volt semmiféle gondunk, se az autóval, semmi nem hibáztunk, tudtunk végig egy egész stabil, de gyors tempót menni. Úgyhogy megnyertük a Mitropa Club értékelést. 10 gyorsaságiból 8-at sikerült megnyernünk. Úgyhogy a Velenye Rally után ugye most is nyertünk, és a kettőből kettőt sikerült megnyernünk, úgyhogy viszonylag jól állunk, mondhatom a bajnokságban.
Úgyhogy hát nem kérdés, hogy az Eleznyiki rally a következő, és ott fogunk menni. Rengeteg néző volt, tényleg egy kicsit a régi hangulatot idézte. Belülről ez motivál, tehát az, hogy menjünk, és tényleg nagyon sokan vannak kint, és szurkolnak, csápolnak, óriási töltetet ad. Meg is próbáltunk, ahol lehetőség volt rá, visszafordítókban, kicsit kézifékkel kanyarodni, lerajzolni a kanyarokat, kicsit meghálálni azt, hogy kilátogattak egy kis látványt adni. Úgyhogy remélem, hogy ez így marad és folytatódik. Wirtmann Ferenc kora és tapasztalata előnyt jelentett, éppen ezért ő még örült is az esőnek. Számított a fenne, azt hittem, hogy végig napsütés, de száraz, jó idő. Erre leszakadt az ég, szerencsére volt vizes gumink. Én szeretem az esős pályákat különben, úgyhogy sikerült is az első két gyorságnál egy kicsit jobb időt autózni, meg tudtam lépni a magyar mezőnytől, meg a Mitrópa mezőnyétől. Kalapács Zsolt óvatossága kifizetődő lett. Második legjobb magyarként végzett a nemzetközi historik mezőnyben. De első kör az gyengén sikerült, nem nagyon éreztem, hogy hol vizes, hol nem, úgyhogy inkább egy kicsit elspóroltam, úgyhogy tényleg nem is lett jó. Aztán a második körben ott már száraz volt, ott tudtunk egy árpádtetőt menni, ami nagyon jól sikerült. Többinél meg igyekeztünk, hogy tartsuk az előnyt. Zsírpapa a mezőny egyik kedvence. Kitartása és jókedve példamutató, no meg az is, hogy ismét célba hozta a VFTS-t. Igazából slickkel jöttünk ki, csak mikor itt fölálltunk a rajdabogóra, ha mentünk volna kifelé, akkor elkezdett szakadni az eső, de akkor már ömlött. És vajáltam rajta, hogy most mi legyen, de fiúk állítani, kihozattam a gumikat, és akkor így itt kint, ahol el lehet menni a hosszú hetény felé, ott átcseréltük a vizes gumikat, de hát ez jó is volt, mert különben biztos, hogy betaknyoltuk volna valahova. Nem, teljesen jó volt a tegnapi nap. Igazából egyetlen egy a lényeg ennek az egésznek, hogy ugye én szervó nélkül megyek, és nagyon kell tekerni a kormány. A mai nap az tök jó lett volna, hogy mert abszolút harmadik helyen autóztunk végig, csak az utolsó előtti körnek a kisvaszali részén, ott a szélesen szétesett a gázrudazatunk, és 3 percig tartott, mire összemókoltam annyira, hogy ki tudtunk jönni vele, és hát sajnos így buktuk a harmadik helyünket, így most 7.-8., vagy nem is tudom már, mert igazából utána már nem is figyeltünk oda, hogy hanyadikok vagyunk, mert 3 percet elbuktunk, innentől kezdve már csak ilyen öröm autó volt az egészben.